Üdvözlök mindenkit a Konfigok háborúja 18. részében. Közel 4 hónapnyi késéssel azért sikerült elkezdeni, még nem sikerült felvenni, mert most indítottam el a felvételt. És itt van velem Vizer is újra. Sziasztok! Na. Vizer vagyok. Akkor igazából kezdjünk is bele, ne húzzuk az időt. Első konfiguráció, Zenitsu Agatsuma setupja. 4 hónappal ezelőtt még... Mi? Ez egy február? Igen. Hát akkor nem 4 hónap. Hát, akkor csak 8 hónappal vagyunk elmaradva. De király! Mert ugye én attól számoltam, hogy mikor volt a legutóbbi KH release, és az 4 hónapja volt. Nem, az augusztusban volt. Nem, július. Augusztusban volt. Nem, júliusban volt, megnéztem. Júliusban volt. 8. Igen. Jó, mindegy. Jó, de lehet, hogy 3 hónap, akkor nem 4, mert csak most lett 11. De érted? Igen, akkor lehet, hogy még az 2023-asokat néztünk akkor. Elképzelhető. Jézusom. Nehéz összeegyeztetni. Az biztos. Na jó. Haladjunk, így visszatekintünk a múltba, hogy mi volt februárban. Aha, P760M. 12400F, na a 12400F az jó, mivel az nem az a sorozat, ami tönkre megy másfél éven belül, az még a safe play, igazából egészen a 13500-ig még okésak voltak a 13. gen procik is, de a felett viszont hullanak, nem győzzük úgy garanciáztatni őket, és mindent megtesznek az indiai tech supportosok az Intelnél, hogy ne kelljen legaranciáztatniuk, vagy hogyha igen, akkor 2 hónapot csúszson. Na, van 32 GB, RTX 4070 Super, no, az jó, az szép, az frankó, Hydro G Pro 750 vagy 80 volt, Be Quiet, hűtés, frankó. Nem a legerősebb proci, ugye itt attól függ, hogy mennyire okés ez a setup, hogy milyen felbontású monitort használ, de van egy ilyen érzésem, hogy... Az Odyssey G7 azért az... Monitor az 4K. Aha, jó, akkor full rendben van, akkor összeillik minden alkatrész mindennel. Így van, ez ki fogja tudni hajtani a dolgokat. Egyetlen egy megjegyzésem lenne a setup-pal kapcsolatban, remélem tévedek, de valószínűleg nem, hogy DDR4-es RAM-okat látok benne. Hát mármint a DDR5-ös RAM-ok azok a mai napig kétszer annyiba kerülnek, és hogyha megnézed igazából, nagy különbség nincs a RAM-ok teljesítmények között, mert annak meg a... Csak hogyha pontot szeretnék adni erre, akkor az nálam már egy kicsit lejjebb viszi a dolgokat. Uh-huh. Ugye a setupra így első körben egyébként egy 7-est mondanék. Tehát egy kinézetre? Nem, magára a setupra. Hát itt a big budgetre én adnék plusz egy pontot, nézd az egérpadot. Igen, azt látom. A büdzsé az volt. Szoppimps! Egyébként nagyon gyönyörű szép az a házikó is. Na nézzük csak. Aha, csinos. Na de akkor 7 pont, azt mondod, amúgy abban benne vagyok, tehát a specre 7 pont. Igen, a specifikáció az 7 pontot adnék rá, a kinézetet azt viszont megnyomnám. Gyönyörű szép a házikó. Hát azt gondolom, hogy megnyomnád, igen. Na, nem már. Két gyermekes apuka vagyok, ne csináld. Szóval a házikó nagyon szép, nagyon esztetikusan van összerakva a gép is, a kábelrendezés is rendben van. Lábtartó is van. Lábtartó alatt a szőnyege, hogy ne hakarcolja a parkettát. Nagyon igényes. Igen, én erre odaadnám a 9-et. Mehet. Nézd, és amúgy ott fent van még Lego figura is, ilyen kis Harry Potter gyűjtemény. PS5 játékok. Nice. Azok PS4, meg PS3. Ja, bocsánat, nem látok. Így van. Közben a hellkész.com jóvoltából van egy új készskin nyereményünk azon felnőtt feliratkozóknak, akik ismerik az oldalt, vagy ki szeretnék próbálni. Link a leírásban. Jól van, akkor 9. Felírtad minden, oké, és mehetünk tovább. Megírtam. Nagyon szuper, télevi setupja, még februárban ez volt. Ryzen 5 3600, mai napig egyik kedvenc budget processzorom, 6950 XT. Szívemet melengeti, bár kicsit húzásnak érzem, ez hát a processzorhoz.
Hát ugye itt megint csak arról van szó, és hát az itt a kérdés, hogy most 4K-s a monitor, vagy sem. 4K-s monitornál azt mondanám, hogy oké is. Nem 4K-nak tűnik nekem az a monitor, és tudod, mit veszek még észre? Szegény B450-es alaplapot. Hát most mi a... Egy Ryzen 3600 esetében meg egy B4... Nekem nincs bajom a B450-es lapokkal. Nekem sincsen problémám vele, viszont nem tud Gen 4-et, ami az RX6950-nek azért az jót tesz. Jó, mondjuk. Bukja, bárt. Hogyha jó, tehát a videókártya miatt amúgy egyetértek ezzel. Én nekem először azt hittem, hogy az SSD miatt mondod, de hát akkor egyből riposztoltam volna, hogy ha egy gamer, akkor ki a faszt érdekel a PCI Express Gen 4 M2 szempontból. Nem. De videókártya szempontból valóban azért ott hagyja a teljesítményt, de nem csak a lap miatt, hanem inkább a proci miatt, meg a felbontás miatt. Így van. Hát így összességében én egy, hát hogy az előző 7-es volt, akkor az így 6. De csak azért, mert erős a kártya. Így van. Egyébként ez erős középmezőny lenne, de plusz egy pontot azért a videókártyáért adok. Uh-huh. Innen még van felfelé. Jól van. Kinézet, hát kábelmenedzsment az... Hát... Pont mint nálam. Igen. szép piros. Igen, nagyon szép. AMD piros az egész gép. Egyedül ott a stock gyári hűtő az, ami nem tetszik. Hát de ennek a procinak bőven elég. Elbírja a processzor, csak hogy így maga a gép belülről a kicsit üresnek hat. Így vele. Hát lehet, az lehet, de hát nézd, ott egy szombréros pusin macska, hát az... Az is igaz. Az teljesen kárpótol. Jó. Azt mondom, hogy 7-es. Jó. Vérvörös 7-es. Vörös 7-es. Vörös 7-es, így van. Nagyon szuper, köszönjük, hogy beküldted anno ezt a setupot. Na nézzük. Következő setup, C setupja. Csani. És ő a 13-ból jelentkezett újra még a KH13-ból. B450F gaming lap, 5600G, 1080 Ti. Na ez viszont így korrekt, amúgy. Egyébként maga az összerakás az úgy teljesen jó, tehát maga a specifikáció az nagyon összeillik. A 1080 Ti a mai napig egy bitankártya, tehát hiába most már 8 éves. Azért... Jó kérdés. 8-9 éves az a kártya most már, de annak ellenére a mai napig egy bitankártya, igazából még mindig 1080p-ig bármit elvisz, bármely FPS-sel. Hát meg ugye bár kimarad a DLSS-ből, legalábbis az újabb fejlesztésekből, az FSR-t azt megkapja, mivel az AMD az nem illikedi el ezeket a fejlesztéseket, bárki tudja használni, és így ezért az 1080 is eléggé jó erőben tud még dolgozni a mai napig. Amúgy a setup is nagyon tiszta, nagyon szép. Kábelmenedzsment is baromi jól néz ki, talán a falak kicsit olyan monoton fehérek, egy-kettő poszteri feldobná a hangulatot, de amúgy nagyon jól néz ki. Na. A környezet gyönyörű szép, ott körülötte a régi dobozok, meg kártyák, igen. Ezek mindig meg szirogatják a lelkemet. Nagyon van igényes. Van egy Lego is ott, ahogy nézem. Van itt még. Vannak matchboxok is, gyönyörű szép egyébként így. Hátfalon az a IKEA-s Asus tartó. Igen, az. Jó, oké. Okay. Na, specre mennyit adnál? Én erre szintén megadnám a 6-ost. Aha. Mert nagyon szépen össze van rakva a gép. Igazából nem tudok olyan szinten belekötni, hogy amivel lassítaná mondjuk a B450-es a B450-es alaplap. Igen, itt illik. Itt illik. Erre is megadnám a 6-ost. Jó, legyen annyi. Kinézett, hát ez meg eléggé pöpec. Én erre szintén odaadnám a 9-est. Jó, hát itt... A rendezés annyira nem szép, de megvan oldva. De megadnám a 9-est. Nagy a tér, szépen el lehet férni, gyönyörű szépen a környezet. Jó, akkor 9. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő Shushina setupja, ő is újra jelentkező, B450F gaming lap, 5600X, 4070 Ti Ventus, és 4K Smart TV-t használ. Ja, van egy 1080p 165 Hz-ese, meg egy 4K TV. Aha. Uh-huh. Hát itt ugye megint csak húzod, gondolom, a szádat a B450
lap miatt, meg egy 40-70 Ti Ventus miatt. Így van, így van, így van. Úgyhogy pont a Ventus széria, amiről olyanokat hallottam, hogy a hűtés az annyira nem kellemes, de remélhetőleg már megoldott az MSI azóta. 5600x470 Ti, kihajtják egymást, alaplap. Hát én egy 7-est adnék erre. Jó, van itt ugye elég szoros lesz, már most érzem, hogy ez a pontozás, de jó, jó, az úgy. Az úgy. Hogyha elfogadott te is természetesen. Tehát... Hát amúgy tehát hasonló, tehát vagy a videókártya miatt lehet neki több pontot adni, mert erősebb, de azért nem lehet neki még többet adni, mivel nem illik össze a setup teljesen. De a másik meg azért kapott ugye 6 pontot, mert bár gyenge a setup relatíve, tehát nem annyira erős, mint mondjuk az előtti a komolyabb videókártyával, de az meg megérdemli a plusz egy pontot, mert minden korrektül együtt tud működni. Így van, így van, így van. Szóval, ja, én megadnám akkor erre is. Na, a következő, ott a 4K TV, ott a PS5, van egy PS3-unk is, egy kis fabkendő, és rengeteg anime csajszi ott a falon. A monitoron is, ha azok anime csajok, igen. Igen, igen. Amúgy a gépház is jól meg van pakolva, vagy AI-o cooler van benne, meg szépen el van fordítva vertikálisan a videókártya. Szép. Csinos. Egyébként. Maga a környezet az mondjuk nem annyira tágas, mint mondjuk az előzőnél. Én meg mondjuk a kábel rendezés eltűnik a hát inkább ott a TV-nél lehet látni, hogy a kontrollereknek a kábele így be van ide-oda dugdosva, de amúgy meg a többi az így el van vezetve hátul. 6. Jó, én is arra gondoltam egyébként. Jól van. Na jó, P setupja. Sziasztok, az én setupom tavaly augusztus közepén óta épülget, de most tartok ott, hogy kijelentettem, hogy egy darabig ez lesz a végleges formája. Na akkor ez a setup talán azóta nem változott. Igen. Új dolgok vannak benne. És tudod, miért vannak benne fixen új dolgok? Mert 14700K-ban, és biztos már egyszer garanciáztatta. Igen. Na mindegy, számoljunk ezzel a setup-pal, ugye 3080, 14700K, 64 GB RAM, lassan már elengedhetetlen. Ó, azért a 64, ez kicsit túlzás, 32 az még úgy bőven elég lesz. Nézzük csak az órajelek ok, és a RAM-nál 14700K, 760 Creator, Wi-Fi DDR5 természetesen, meg egy 3080 Gaming. Tehát ez amúgy specre. Hát én erre azt mondom, hogy 9-es. Igen, igen. Azt megkaphatja. És amúgy gyönyörű gépházat választott. Nagyon szépen be van rendezve, és az már csak hava tortán, hogy még az AI-nak is ilyen kis LED kijelzője van, ami szerintem egy hatalmas flex, meg amúgy tök felesleges, de az tényes való, hogy jól néz ki. Kaptunk egy képet az egész szobáról, bocsa, így előre mentem a képekbe, de hát igen, itt azért még mögé is lehet ülni nézegetni, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy ez gyönyörű szép helység. Hát annyira nincsen belakva, tehát egyszerre nappali, tehát gondolom, hogy ha félretolja a széket, akkor lehet csak szimplán tévének használni ezt a monitort. Bár mondjuk a ultrawide monitorok talán nem a legjobb a filmnézésre. Igen, ez egy ilyen játszós PI szoba, mint amilyen az enyém is lesz, ha készen lesz már végre. Hány éve készül? 4. Lassan. Addig eljutottunk, hogy most már irodának használható. Na, hát kinézetre a gépház az gyönyörű. Tehát ez fantasztikusan néz ki, amennyire tudta, szerintem a kábeleket is próbálta elvezetni, bár ebben aztán rengeteg kábel van. Így van, de egyébként semmi felesleges kábel, nagyon szépen néz ki a gép felé, az építése is. Én egy 8-ast adnék erre a környezetre. Jó, hogyha lenne még pár poszter a falon pluszból, vagy kicsit így jobban be lenne lakva. Hát, mert nem, a le lenne szedve a szennyes a szárítóról a szárított út. Mert az már nem szennyes, hogyha a szárítom. Igen, bocsánat. Igen. Jó, oké, 8-as. Oké, mehetünk tovább. Zeus setupja. Sziasztok, ha már úgymond elkészült a setupom, jelentkezzek én is. Asus TUF Gaming, GTLCS2 lap, Rockstrix B50F, Gaming Wifi, Franco 3600, 5900X, 7900XTX. Kimogatja a lelkemet. 9 pont. Igen, ezt akartam pontosan mondani.
Minden rendben van a géppel, én ezzel bármit, akármit lehet csinálni. Na ott, ezt nem, tehát itt nem lett kisporolva a hűtés abból a gépházból. Nézd meg, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, várj, mi? Nem. 9 darab ventilátor van ebben a gépházban. Azt a büdös mindenit. És egyébként maga a helyszín is egy ilyen kis kellemes kis sarok. Igen, és akkor ott még tapétát is látok, ilyen fehér tégla. Egy kicsit absztrakt, össze-vissza. Na, úgy... Valami téglafalat átrepülő, kétfedeles repülőgép. Á, igen, csak azt annyira nem látjuk. Új. Mit találtál? Hát a HV Infomos kép az sajnos az nem nekem fáj. Nem lesz ez összívű. Várj, mire gondolsz? Hát, hogyha megnyitod, akkor nem a képet kaptuk, hanem egy kimetszést a... Ja, de azt hiszem az előző, vagy az előtti sem print screen volt, hanem telós fotó. Jó, azért mondom, nem fogok. Én ezt már észre se vettem volna, hogyha nem mondod. Jó, egyébként tiszta az asztal, ugye kábeleket nem látunk, mert az asztalon hátul van még egy falap. Ez ilyen sneaky. Igen, eléggé sneaky. Nem látszom, nem fáj fejem. Így van. Ez olyan, mint a számítógépház hátulja. Mármint, hogy a jobb oldala. Igen. Nincs olyan, hogy nem megy rá. Így na, mit van. Mondanál? El is megadnám a 8-ast. Jó, akkor mindenki első, hogy második helyzet lesz. Ma ilyen pozitív napunk van. Már egy jó ilyen jó kis második generációs Pentiumos gépet igényelne a lelkem. Ez, igen. Mi tele vagyunk most felső, vagy közép-felső kategória setupokkal. Nagyon szépen köszönjük a jelentkezés, Zeus-t. Na nézzük, Cölöp Tesó 92, 12900K, na az még nem a megsülős fajta, 4070 Ti, DDR5, 5200, aha... Z690. Az jól van, hát megint van pénzre, azt kell, hogy mondjam. Utána kicsit sajnálom, hogy nem egy 480 lett, de ez is el leszek egy darabig. Nem nagyon tudok mibe belekötni, maximum pontot nem tudok ráadni. Igen. Fú, bakker, mindenki nagyon közelít a max pont számhoz, amúgy őrülten. És akkor most nézd meg a képeket. Még nem tartok ott, várj egy pillanatot. Ja, még agyalsz. Még agyalsz? Jó. Oké, rendben, csak közben a képeket nézegetem. Jó, engem a képek megvettek, úgyhogy arra biztos a maxot fogok adni. A gépet beszéljük meg, hogy szerinted 8-e vagy 9-e? Tehát Z690-es lap, DDR5-ös, az pipa. Igen. 12900K, pipa. Ez is pipa, és ezzel még nem volt baj, ezzel a generációval. Igen. 4070 Ti, lehetne akármi más, de egyébként meg minek. Mányit, tehát a 4070 Ti az bőven felső. Igen. És a RAM is rendesen be van állítva, tehát ha megnézed, akkor 2600 MHz-en ketyegnek. Most ugye ezek a RAM gyártók így marketingelik, hogy jaj, 5200 MHz, de igazából nem. Mert igazából az 2600. Igen. Mert DDR, tehát Dual Data Rate. Így van. Ez régóta probléma volt egyébként, ha emlékszel, akkor még a DDR4-nél is ez fennakadásokat okozott. Na mindegy, 8, de csak azért, mert nem a legújabb generáció. Jó. Kinézetre itt a 8 és 9 között gondolkodom, hát... de most ugye mondtad, hogy van pénz lóvéra, és ugye a LEGO szetteket megnézve, meg a gép, amennyi bele lehet ebbe ölve, te döntesz. 8-9 között bacirálok. Gyönyörű szép fehér a gép. Igen, a szettek is, a LEGO szettek is, autók, azok nagyon meggyőztek. A gépház az gyönyörű, szemed gyönyörködtető. Talán ez a monitor elrendezés, nekem ez már egy kicsit sok, így a három, mint hogy a stock trader, akkor azt mondom, oké, de ahhoz meg kevés. ahhoz meg igen, ahhoz még kéne jobb oldalra is egy. Legyen 8. Jól van.
Én is azon vacilláltam. Jól van. Jó. Nagyon szépen köszönjük a jelentkezést. Zombi, sziasztok, ez itt az én setupom, nekem teljes mértékben megfelel egyenlőre, nincs battle-nek. A GTX 1060, na végre ha. Valami. Na, Már untam a felső kategóriás gépeket, egy kis változatosság. Proci Xeon 6x12 szál, 3,6 GHz-es boost-tal, és emellé van egy GTX 1060. Az úgy rendben van. Bronze tap. Ami, ez kicsit overkill, de nem, azt nyilván a tápon nem kell spórolni, 18 giga DDR3, 3x2 és 3x4 giga. Igen, ez így egy eléggé erős kombó. Fiam, működik, egy szerverlap, szerver prockó, kibírja, megoldja, jó kis RGB hűtés. Amúgy... Jó, hát a specifikációra, hát... Egy ilyen jó szándékú 4-es. Nem jó szándékkal 4-es, jó szándékkal 5-ös lenne, hanem egy megérdemelt 4-es. Igen, jó, 4-es. Kinézetre amúgy. Tehát pofás kis gépház, a padlószőnyeg. Amúgy tehát nekem mindig is szimpatikusak voltak a padlószőnyegek, csak ugye kényelem szempontjából. De az ész, az nem engedi. Az így agy, van. Az ellenzi. Jó, hát a kábelrendezés az... pipás, az hibátlan. Azt a mindenit. Látunk mindent a gépről. Ő egyszer belevelte azt a 2 órát a kábelmenedzsmentbe, aztán így azóta van. Nincs vergond. Asztal is nagyon szimpatikus nekem. Igen, igen. Eléggé tiszta minden. Amúgy triple channel, ugye a memória. Igen. Hát, egy 6-ost adnék a kinézetet. Annyit tisztes megérdemel. Nagyon szépen köszönjük a jelentkezést. Köszönjük. A következő az Dander. Sziasztok, itt a jelenlegi setupom, amit kemény 50 000 forintba hoztam össze. Na, eljutottunk végre. Itt oda. Van neked a harmadik generációs i7-ed. Oh, ez az. 96, GTX 960, de gyönyörű. De a 4 giga RAM-os, nem a 2 gigás. Így van, 4 gigás, gyönyörű szép. 16 giga RAM. Tökéletes. 1 terabyte HDD, 128-as SSD, 700W Cooler Master Tap. Gamdias Athena ház, jó van akkor, mindenből a büdzsé változat. Jó kis zöld alaplap. Igen. Szép emlékek. Hát én valószínűleg tartom, stock cooler. Én valószínűleg tartom, hogy ez egy ilyen brandgépből lett átemelve, az alaplapból kiindulva, ott azok a kis fehér karélyok megtársai azért eléggé. Amúgy jogos, lehetséges. 5000 forintból kihozni egyébként egy ilyen gépet, tényleg egy nagyon szép mutatvány. Hát most arra amúgy már annyira nem nehéz. Mondjuk amikor beküldte, akkor még lehet, hogy többet értek ezek, mostanában már annyira nem. De amúgy, tehát hogy összeillik mindennel. Én megadnám erre az 5-öst. Hiába az előző eset 4-est adtunk, ott azért voltak mínuszpontok, de én megadnám az 5-est. Mondjuk az Intel Stock Cooler itt nem szúrta ki a szemed az i7 mellett? Nem. Nem. Jól van, legyen. Viszont kinézetben, hát olyan sokat nem tudunk sajnos szerintem adni. Legalább egy egérpadot így elviseltem volna. Igen. Én erre azt mondanám, hogy 3. Igen, 3. Jól van. Köszönjük szépen a jelentkezést egyébként. Azt feltétlenül köszönjük, és megint egy felső kategóriás setup. Paris-tora. De jól néz ki! Oké. Visszatekertem a specre, csak már egy kicsit lelőttem magamnak a 10700K. Igen, az én is 90-es labba, ez már plusz pont. És RTX 4070 Ti, ezt fért be a gépházba. Nézzük, csak 208 giga DDR4. A RAM-ot azt kevéslem, de azóta már biztos fejlesztette, de nyilván ezt a mostanit kell pontozzuk. 750 volt Gold, 1 TB SSD, 2 TB HDD, 25 TB NAS, az igen. Van ott minden. Jó, specifikátorom. Hát... 7. 7-est, én is erre gondoltam elsőre, bár az a 16 GB DDR4. Hát azért még a 7-esbe így éppen belefér. Szerintem a 1700K40 miatt, meg a Z-lap miatt, de igen. Meggyőztél. Jó van. Na és a kinézet.
Mi az ott az? Az. Mit látsz? Azt? Hát az. Tű. Gyönyörű amúgy. Igen. Ilyen. Szép, bár egy ilyen távolabbi képet még elviselt volna a dolog. Szerintem az lehet. Ez az gyönyörű szép. Gép az nagyon szépen van építve. Azt a mindenit. Ez ilyen ezt én elfogadnám. Ott van kis, meg kis mellettem. Gyönyörű. Hát nem tudom. Össze van rakva. Egy tízest én erre. Ha a specre nem megadom? Is. Én megadnám. Jó. Egyszerűen egy rossz szavam nincs erre a setupra. Minden. Be is van lakva, de mégsem. Kábelmenedzsment, ez tökéletes. A gépház gyönyörű választás. Belül is rendben van rakva. Ja. És amúgy nagyon szép fotókat is lőtt. Így van, gyönyörűek egyébként a fotók. Viszont van egy rossz hírem. Véget ért? Véget értünk, és én összeadtam a pontokat. Igen? Igen. És mindenki volt versenyben van mindenkivel. Nem, de majdnem. 15 ponttal Csani lett a harmadik helyezettünk. Aha, nézzük csak. Az ő fentebb volt, Csani. Aha, meg is van, neki volt a tetőtéri szobája, gyönyörű. Minimalista, modern, beütést keltő, ám mégis belakott setupjával, amiben, ha jól emlékszem, egy 40... Ja nem, az nem az. Amiben, hogyha jól emlékszem, egy 1080 Ti volt, és igen, 5600G processzor, aztán nem a legepikebb, itt ő inkább azzal vitte el a pálmát, ugye a harmadik helyet, hogy gyönyörűen be van rendezve ez a szoba. Elfogadnád az... Mindenféleképpen. Abban biztos vagyok. Igen, nagyon szép. Van még harmadik helyezettünk? Nincsen harmadik helyezettünk, viszont kettős Holt verseny áll fönn a második helyezettem. Hoppácska. Na és kik vitték el? Nem akarom széltrombolni a dolgokat, de Zenitsu Agatsuma, remélem jól ejtettem ki. Ja, a Big Budget-kel, ugye? Így van. Hát valahogy sejtettem, hogy ő dobogós lesz. Igen, gyönyörű szép a helység, egyébként nagyon korrekt a setupja is. Neki volt a lábtartója. Igen. 12400F, 4070 Super. A második Franco. Pedig, a második helyezett, aki volt versenyben a második, Cölöp Tesó. Aha, nézem is. 16 ponta. Cölöp Tesó. Aha, neki volt 12900 K-ja, 4070 Ti-jal, ővé a hófehér setup és a gyönyörű belakott stúdió, ahol tele vagyunk Lego autókkal, meg Matchboxokkal. Van még egy PS5 is, kormány is jutott, és ja, hát egy rossz szót nem tudok rá mondani. Fantasztikus, igen. Fantasztikus lett a berendezés. Ő és is megkapja ilyen, a pirangot. Ilyen még talán nem volt sosem. Három darab első helyzetünk van. Már a francba. Na ezért mondtam, szerintem már a negyedik vagy az ötödiknél mondtam, hogy itt azért mindenki első helyzet lesz, és látod. Na jó, akkor haladjunk felülről ki az első helyzet. Passi az első helyzet, 17 ponttal. Ki? Passi. Lehet, hogy neked P-t ír csak. P. Aha, megvan. A szörny az elnevezése, 14700 K-val. 3080 10 giga, és igen. Aha, tehát ő specre meg kinézetre is egy elég erős pontszámot kapott. Így van. Uh-huh. A okay. Második első helyzetünk, Zeus itt, egyből utána, ő megint, neki is hófehér setupja van, vagyis inkább nem hófehér, hanem ez a fekete-fehér igazából felváltja egymást. Az alkatrészek szempontjából. Neki van 9 darab ventilátor a gépében. Ami valami brutális mennyiség. Azt a mindenit. És igen, de ő, hogyha nézzük csak a specet. Spec. 5900X, 7900XTX, 24 giga. Na igen, tehát itt a spec nagyon felhúzta, de azért kinézetben sem volt gyenge. Így van. És a harmadik első helyezettünk pedig Varisztor. Aha, ő volt a legutóbbi, az utolsó pontozott, a gyönyörű RGB szepa, ő volt az, tudod, az. Ő volt az.
és ő is megkapja a kis VIP-t és a dobogós rangot, így 8 hónappal később. Remélem megérte kivárni. Gyönyörű, ez egyszer gyönyörű ez a setup. Annyira nem vagyok oda az ultrawide monitorokért, de ehhez valahogy illik. Igen. Itt a kinézet nagyon felvitte a pontokat. Igen. Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és írűztél velem. Talán a legközelebbi az nem ilyen nagy kihagyás után fog bekövetkezni. Megyek és kitépem a hajamat, miközben megvágom ezt a csodás és baromi hosszú videót. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönjük a jelentkezéseket. Sziasztok! Sziasztok!